Már folynak az Aranykalász Fesztivál előkészületei az Apagyi Kenderáztató tónál. Az idei évben is számos fellépővel készülnek a szervezők, délelőtt a kicsik láthatnak előadásokat, délután és este pedig DJ-kkel és koncerttel zárul a nap. Hétvégére 4-5 ezer részvevőt várom mindenféleképpen, a tavaly, tavaly 8 ezeren voltunk, egy kicsit most a lehetőségeink kevesebb bekanyagiak oldaláról, de azért szeretnénk úgy azt a színvonalat, ugyanazt az ellátást biztosítani, mint az elmúlt évben. A szervezők az kapadiak mellett várják a környező települések lakosait, valamint csoportokat, baráti társaságokat és önkormányzatokat is. A kilátogatók számára a programok mellett fűzési lehetőséget is biztosítanak. Nagyon széles lesz a programok skálája. A reggeli 10 órásig nyitó után hagyományőző egyesületek lépnek fel. Néptánc csoportok, illetve népdalénekesek lesznek. A tavaly évhez hasonlóan a délután pedig a gyerekekről fog szólni. Itt igyekszünk majd a, e, olyan műsorokat szervezni, amelyek vonzák a kisebb és nagyobb gyermekeket. Például Bodnár Attila és Paprita lesz az egyik stárfelépünk, illetve lesz egy órás Ludas Matyi zenés előadásunk. Hát és ugye jönnek az idősebbek és a fiatalabbak, a délután négy órától pedig sztárfellépők, többek között a Giza, a DJ, DJ Deka, illetve Elia Junior, 8 órától egy Roberto, a Sláger TV előadója, illetve 9 órakor egy élő zenés koncert lesz a Kerozin előadásában. A fesztiválon a Szatmári Líder Közhasznú Egyesület sátraiban főzött ételek megvásárlásával lehet támogatni az ingyen konyhát működtető Derceni Egyházközséget.